Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Stúdiónk vendége Hollik István, a Fidesz-KDNP frakció tagja. Szép jó reggelt kívánok! Önnek a feladata az lenne ma reggel, hogy nézőinek megmagyarázza, hogy tulajdonképpen mi történt tegnap Brüsszelbe, és mi lesz ennek a kezdete, meg mi lesz ennek a vége. Öné a szó. Furcsa helyzet állt elő, hiszen az a helyzet, hogy van Magyarországon egy szabályozás a menekültügyi őrizetről. Van egy szabályozás, amit még egyébként el sem fogadtunk az országgyűlésben, ugye ezt mi civil átláthatósági törvénynek nevezzük, tehát azt szeretnénk ezzel a civil törvénnyel, hogy a külföldről finanszírozott civil szervezetek a külföldi támogatást, illetve annak az összegét hozzák nyilvánosságra. Egy pillanatra megszakítom, ez egy eklektikus dolog itt nálunk beszélgetni. Arra kérem a nézőket, és ez nem a reklám helye, hogy holnap a heti Válaszban, a hétvégén van egy nagyon érdekes interjú a zsidó állam budapesti nagykövetével, akinek ugye a nevét nem mondjuk ki, hogy ne legyen reklám, feltétlenül olvassák el, hisz pontosan a civil szervezetekről van szó, azzal a különbséggel, hogy ott más országok külföldi beavatkozásának tényéről. Nagyon érdekes az összehasonlítás, elnézést, tessék folytatni. Egyébként ez abszolút idevág, hiszen azt láthatjuk egyébként, ez akkor zárójeles megjegyzés, hogy a civil törvény esetében vannak más nemzetközi példák, éppen egyébként Izraelben is van, működik, és egyébként a... De azért meg kell jelzni, hogy ez egy ország, ami háborúban áll. Így van, éppen ez. És mi hála egyébként... Istennek nem vagyunk senkivel háborúban, legalábbis az én olvasatomban. Így igaz, viszont éppen ezért az a szabályozás egyébként szigorúbb is, mint amit mi bevezetni tervezünk. No, szóval vannak ezek a szabályozások. Nem mondta a harmadikat, a CEU-t. És van a felsőoktatási törvényről szóló szabályozás valóban, és ezekről folyamatban van, sőt igazából csak most kezdődött a legtöbb, sőt a civil törvény esetében még hivatalosan el sem kezdődött semmifajta párbeszéd az Európai Bizottsággal. A másik kettőről az Európai Bizottság és a magyar kormány már tárgyalásban áll. Tehát az Európai Bizottság már megvizsgálta a jogszabályt, de arról még konkrét véleményt nem is alkotott. És azért furcsa az, ami tegnap történt az Európai Parlamentben, hiszen az Európai Parlament határozatában tulajdonképpen már ítéletet mondott ezen törvények fölött. Hiszen azt mondja ki ez a törvény, vagy azt mondja ki ez a határozat, hogy Magyarországnak ezeket a határozatokat vissza kell vonni, mert az Európai Parlament szerint ez nem összeférhető az Európai Uniós jogrenddel. Mondom, teszi mindezt úgy, hogy a három dolog tekintetében még a vizsgálat folyik, sőt a civil átláthatósági törvény, mivel nem fogadtuk el, ezért még az el sem kezdődött. Azért legyünk objektívak. A CEU esetében dátumok vannak. A CEU esetében, hogyha jól értettem a tegnapi nap folyamán, megkezdődtek a tárgyaló nélkül a tárgyalók, majd be is fejeződtek. És ha jól értesültem, akkor azt mondták nekik, ha még egy ilyen tárgyalást akarnak, akkor jelentkezzenek, de a megbízott nem fog leülni velük tárgyalni. Uh-huh. A civil törvény esetében ott nagy kérdőjelek vannak, mert ott még... Mi nem fogadtuk el. Még semmi mi nem fogadtuk el a törvényt, tehát egy olyan kritizálgat még el sem fogadott a kormány. A menekültek kérdőjel, felkiáltó jel esetében először is el kéne dönteni, hogy ki a menekült, és ki a gazdasági menekült. Ez egyik. A másik, azt meg, hogy a határainkat meg kell védeni, az szerintem a kormánynak nem csak joga, hanem kötelessége a polgárokkal szemben. Mi is így gondoljuk, de az Európai Parlament ezt vitatja, hiszen az áll. Egyébként a hetet havat összehordanak ebbe a jelentésbe, tehát az LMBTQI emberek jogainak biztosítása mellett akkor a civilek, a menekültügyi őrizet, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy alapvetően ez a jelentés, ez egy Magyarország ellen szóló jelentés, Magyarországot akar egy nyomás alá helyezni. Nem lehet, hogy a magyar kormány ellen, és nem Magyarország ellen, az országot a kormány vezeti. Az a helyzet, ha én jól értettem a magyarázatokat, akkor ők azt mondták tegnap, nagyon sok képviselő, különböző televízió riporterek kérdésére válaszolva ott a helyszínen, hogy ez nem a magyar népelem van, ez a magyar
Magyarországot vezető kormány ellen. Igen, van. Csak a Magyarországot vezető kormányt a magyar nép választotta meg. Tehát aki ezt egyébként megpróbálja ketté választani, szerintem helytelenül jár, és nem ismeri a demokráciának a játékszabályait és a szabályait. Ez az egyik megjegyzés. Éppen ezért akarnak ők minket fölhívni, hogy legyünk demokraták. De hát én úgy gondolom, hogy megtörténtek a választások, megszavaztak egy kormány. Ráadásul volt egy népszavazás a kötelező betelepítési kvóta ügyében, és 3,3 millió magyar ember azt mondta, hogy ő nem szeretne kvótát. Nem szeretne illegális bevándorlókat Magyarországon. A magyar kormány ennek szellemében, ennek tudatában eljárt, és például a menekültügyi őrizetet kialakított ennek a szabályozását. Azt szeretném elmondani, hogy a mi álláspontunk szerint ez a menekültügyi őrizet mindenfajta Európai Uniós szabályozással összhangban van. Ezt ők vitatják. De akkor folytassuk le ezt a vitát az Európai Bizottság, és ne kezdjünk el. Ön egyetemre is járt, tehát ha egyetemre járt, akkor biztos járt általános iskolába, és ha általános iskolába járt, akkor negyedik, ötödik osztályban tanult földrajzot. Azt magyarázza meg nekem, hogy aki ma Görögországban van menekült, azt miért kell ide visszahozni. Én mindent tiszteletem a menekülteké, de hogy kerül ő ma Görögországba, és miért kell ide visszahozni? Hát egyik részről teljesen jogos a felvetés, és erre nem lehet józanész alapján választ adni. Ez nem kell egyetemi diplomás, aztán kapja általános majd iskolai... mindjárt fekete levest is. Jó, tehát hogy a helyzet, hogy erre nem lehet válaszolni, és azt látjuk, hogy most egy olyan szabályozást kérnek rajtunk számon. Ugye most először azt mondják, hogy van ez a 160 ezer menekült, akik illegálisan beérkeztek, és mivel egyébként rájöttek, hogy ez egy hibás döntés volt, elsősorban Németország, most ezt a 160 ezeret, aztán majd persze második menetben már felső korlát nélkül itt a menekülteket... 1279-ről van. Így van, tehát 160 ezerből Magyarországra 1300 menekült jutna, ebből a 160 ezerből, de ugye azt is tudjuk, hogy az Európai Parlament... De ha visszafogadtuk volna őket, már rég elmentek volna, és eszük ágába sincs itt. Na de hát éppen ezt mondjuk, hogy ez a rendszer nem működik. Hát a 160 ezerből eddig 4-5 ezeret tudtak szétosztani. Most miért Magyarország a főellenség, miért Magyarország a hadakozik az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság, amikor ez az egész rendszer működésképtelen, hát a 160 ezerből 4 ezeret tudtak eddig szétosztani, természetesen azoknak egy nagy része már vissza is ment Németországba, amik oda akarnak menni. És hiába akarnák őket erre Romániába. Azért hívtuk, hogy megmagyarázza nekem a két következő kérdést, mi ez a kvóta? A nézők nem értik. A kvóta az egy mechanizmus, amit az Európai Parlament, illetve az Európai Bizottság talált ki. Annak megoldására, hogy illegális módon... De mi is ott voltunk ebbe a bizottságban, nem? Az Európai Bizottságnak van magyar tagja, az Európai Bizottság az a Európai Uniónak a kormánya. És mivel érzékelték azt, hogy 1,5-2 millió migráns illegális módon egyébként teljesen ellenőrizetlen módon beérkezett Európába, és ez biztonsági kockázatot jelent, amit mi egyébként elején mondtunk, tehát Magyarország álláspontja határozott volt, mi ezért védtük meg a határainkat, de most ők is látják, hogy ez biztonsági kockázatot jelent, illetve olyan terhet rak bizonyos országoknak, elsősorban nyilván ki kell mondani Németországnak a hátára, amit nem feltétlenül cipelne szívesen egyedül. És ezért kitalálták, hogy akkor osszuk szét a menekülteket. Erről szól a kvóta. A kvóta az azt jelenti, hogy ki mennyit kell átvegyen. Tehát ön azt állítja, hogy az 1300-as csak egy kezdet lenne, és hát, utána jönne hát a többi. Azt tudjuk, már csak azért is, mert 160 ezerből... Mert 160 ezerből jut 1200, de tudjuk, hogy legalább 2 millió illegális migráns van benne Európában, tehát ez azt jelenti, és éppen ezért az Európai Parlament egyébként egy hónappal ezelőtt elfogadott egy másik határozatot, amiben feketén-fehéren benne van, hogy az Európai Bizottság tegyen lépéseket, hogy minél hamarabb a felső korlát nélküli kvótát el lehessen fogadni. A felső korlát nélküli kvóta az azt jelenti, hogy ezt a mechanizmust, amit mi nevezünk kvótának, azt egyébként felső korlátéknek, akkor ne 1200-at kelljen ide rakni, hanem amíg van illegális migráns Európában, azt ezen mechanizmus alapján folyamatosan mossuk szét. Képviselő úr, 3 perc arra, ez annyi, mint egy parlamenti hozzászólás, hogy megmagyarázza nekünk ezt a 7-es cikket. Ez egy életen keresztül tartó megbeszélés, kukoricára térdepeltetés, vagy ki is csapnak minket az Európai Unióból, vagy mi magunktól kell kimenjünk, vagy pofonokat kapunk, mi ez? Ez a 7-es cikke egyébként arról szól, hogy egy tagállamot kizárnak az Európai Unióból. Egyébként ezt még soha nem alkalmazták, és egyébként ez nem reális veszély. De még egyetlen országgal meg sem kezdték az ilyen esemény tárgyalását. Így van, így van. Mi vagyunk az első.
De ez egy figyelmeztetés? Ez egy nyomásgyakorlás. Egy nyomásgyakorlás arról szól, hogy mi nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy más mondja meg, hogy kivel éljünk mi együtt. Tehát ők ránk akarják erőltetni ezeket a migránsokat. Erről szól ez az egész vita. Mivel ezt nem szeretnénk. És ráadásul van egy jogi vitánk, hiszen az Európai Bíróság éppen most tárgyalja azt a beadványt, amit Magyarország tett, mert mi azt mondjuk, hogy nem jogszerű. Várni kellett volna egy kicsit? Hát persze, hát én azt gondolom, hogy ez olyan, hogy ítéletet hirdetnek, mielőtt a bíróság ítéletet hirdet. De a felsőoktatási törvény az nem migráns, tehát itt összekeverték a teljes a húsossal. Nem hetet halad összehordtak, itt teljesen nyilvánvaló, ez egy nyomásgyakorlás. Mi azért mondjuk azt, hogy... Elképzelhet, hogy a felsőoktatási törvénynél elhamarkodtak, vagy elrontottak valamit? Nem. Tegye a kezét a szívére, szépen halkan, nem hallja senki. Nem én lehet, hogy ott valami el van rontva. Hát mi azt mondjuk, hogy az a szabályozás jó. És egyébként kész vagyunk egyébként jogi vitát folytatni az Európai Bizottsággal erről. De az Európai Parlament úgy hozott már verdiktet, úgy hozott már ítéletet felettünk, hogy ez a vita például az Európai Bizottsággal a civil törvény esetében meg se kezdődött. Mi ezért mondjuk egyébként ez egy soros jelentés, hiszen azt látjuk, hogy az Európai Parlamentnek éppen azok a tagjai, éppen azok a képviselői szavazták meg, akik ugye nemrég nyilvánosságra került egy soros alapítványtól egy ilyen dokumentum, amelynek az volt a címe, hogy a soros alapítvány, illetve a Soros György megbízható szövetségesei. És abban nagyon sok Európa Parlamenti képviselő szerepelt, a jobb oldalon és a néppárton most belül egyaránt. Most kinevezem önt átmenetileg egész addig, amíg a stúdióból kimegy Magyarország miniszterelnökének. Döntsön, mi a helyes lépés? Az a helyes nagy feladat, de... Szerintem teljesen világos. Mi a magyar emberektől azt a felhatalmazást kaptuk, hogy illegális migránsokat ne engedjük be Magyarországra, mert szeretnénk megtartani Magyarországot magyar országnak. De a ezen az álláspontunkon nem változtatunk. Nem kaptak felhatalmazást. És az a helyzet, hogy ezekben az ügyekben pedig, hát egyébként kaptunk, mert ugye már több mint másfél millióan küldték vissza a nemzeti konzultációt, amiben egyébként a civil átláthatósága... Én arra nem tudok micsoda, mert nálunk nem hirdetnek, és amiről nálunk nem hirdetnek, nem tudom, hogy micsoda, pedig vagy másfél millióan néznek minket, ez off the record volt. Jelzem és még nincs kiértékel. Igen, lepattanunk minden, a zsidó közösségi televíziót nem vagyunk érdekelve. De halálkomolyan, ez nem vicc. Kedves nézőim, ezek a tények, és tudják, hogy mi nem csak az időjárástól vagyunk függetlenek, hanem az 5777 éves múltunk is, még jó, hogy nem soros múltunk van. Tehát akkor tessék nekem megmondani, ennek a vége. Mit fog maga csinálni, mint miniszterelnök? Meg fogjuk védeni Magyarországot egyik részről, másik részről pedig a konkrét jogi vitában meg fogjuk védeni Magyarország, illetve ezeknek a törvényeknek a helyességét az Európai Bizottsággal szemben. Egyébként ezt már többször megtettük, ugyanezek a forgatókönyvek játszódtak le. Emlékszünk a Tavares jelentésre, az úgy 2013-ban volt, ugyanez volt a menetrend. Megtámadták Magyarországot, hogy itt nincs demokrácia, hogy itt nincs médiaszabadság. Tavares elkészítette, egy szélső baloldali portugál jelölt, elkészítette a jelentését, aztán egyébként az egészen de nem akkor történt a Tavares semmit. Jelentésnél, mert annyira szenilis még nem vagyok, igaz, hamarosan majd az lehetek, a Tavares jelentésnél a néppárt maximálisan kiállt a kormány mellett. Így van. A magyar kormány mellett, mondjuk azt, hogy a magyar, most viszont úgy tűnik, hogy nem teljes bevetéssel, így van, azt látjuk, hogy a... Lelkiismereti szavazás. Így van, kaptak. Tehát a leg, hogy mondjam, erősebb megfogalmazását a határozatnak azt egyébként összesen 21 Európa Parlamenti, vagy Európai Néppárti képviselő szavazta meg, az egész jelentést pedig csak a néppárti frakciónak az egyharmada, tehát kétharmada az egyébként azt mondta, hogy az egészről nem kéne beszélni. Azt gondolom, hogy ez azért mutatja, hogy az Európai Néppárt sem egységes a migráció tekintetében, hiszen még egyszer mondom, itt a migrációról van szó, tehát az Európai Néppárt sem egységes, van, aki támogatja a kvótát. Ez a vita el fog érni a választásokig? Lehet, hogy ez a választásoknak a hát szerves része. Mi azt mondjuk, hogy... Nem akarok ingyen ötleteket adni. Azért, de én lennék a stratégiai tanácsadójuk. Mi azért mondjuk azt, hogy ez a Sorosnak a jelentés, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy Soros György befolyást akar szerezni. Lehet, és gyakorolni. Lehet, hogy őt fizeti, mint stratégát? Azt nem tudom, inkább ez fordítva van, ő fizet valakit, ez szokott lenni a recept. De a lényeg, hogy ő azt szeretné, hogy migránsok jöjjenek be Európába, és azt látja, hogy Magyarország ez ellen nagyon határozott, egyébként lengyel barátainkkal ellenáll. Nem válaszolt a kérdésre, ez elhúzódhat a választásokig, vagy pont ezt akarom is mondani, hogy ez
ha megnézi, akkor ez a jelentés, amit most az Európai Parlament döntés alapján el kell készíteni, az éppen kicsit bő fél év múlva fog elkészülni. Tehát éppen a magyar választásoknak, a magyar választási kampánynak a finisében fog elkészülni. Éppen ezért alkalmas arra, hogy befolyásolja az országgyűlési választásoknak a végeredményét. Ezért mondjuk azt, hogy ez egy politikai színjáték, ami mögött véleményünk szerint a migráció. Lehet, hogy az Unió is tudja ezt, és ebbe a játszmában nem megy vele, mert ez a belügyekbe való beavatkozás lenne teljes mértékben? Hát nem tudom, ez a döntés már megszületett, tehát ez a jelentés, ez el fog készülni. Hogy abban a jelentésben mi lesz, illetve annak a jelentésnek lesz-e bármilyen következménye, például a hetes cikkely, amit én nem tartok valószínűnek, hiszen Magyarország mindig betartotta az Európai Unió szabályt, ezután is így fog tenni, viszont a migráció kérdésében nem hátrálunk meg, úgy, hogy azt mondjuk, hogy a menekültügyi őrizettel kapcsolatos szabályozás megfelel az európai jogszabályoknak. Ezt úgy készítettük, külön figyeltünk erre. Kedves nézőim, hogyha odafigyeltek, az elmúlt percekben Magyarországnak éppen két miniszterelnöke volt, hisz pár percre kineveztük Hollik Istvánt is miniszterelnöknek, derekassan megvédte hazánkat, úgyhogy jól szerepelt, mint miniszterelnök, most már visszavesszük a meghatalmazást, úgyhogy nehogy utasításokat adjon kint, hogy átrendezze az országot. Megpróbáltuk megtudni képviselő úrtól, hogy röviden, hogy mi is ez a hetes cikk, meg akartuk tudni azt, hogy mi az a kvóta, és hogy mi lesz a mi feladatunk. Szerintem képviselő vissza fog még térni hozzánk, és továbbra itt folytatjuk. Köszönöm hogy rendelkezésünk rá, és akkor már is egy fiatal képviselő jön a liberálisoktól, Semmer Ádám, akivel nem másról fogunk beszélgetni, hanem hogy drogozunk, vagy nem drogozunk. Mielőtt megérkezik vendégünk, én mondom, hogy ne drogozzanak. Én amikor fiatal voltam egyetemista, kipróbáltam, rohadt fejfájást okoz, úgyhogy kíméljék meg magukat tőle, sőt, mi több, még hányni is lehet tőle. Akkor most előzetes, és már is jön egy ifjú liberális.